A zombori dr. Radivoj Szimonovics Közkórház szülészeti osztályának rekonstrukciós munkálatai szeptember 13-án kezdődtek el, és várhatóan 3 hónapig fognak tartani. Új helyiségeket alakítunk ki, lesz egy új fogadószoba és elkülönítő, a szülőszobát is teljesen felújítjuk. Kicseréljük a padló és fal burkolatot, felújítjuk a vizes blokkot és szigeteljük az egész épületet. A munkálatok ideje alatt a kismamáknak a Szabadkai Közkórházban, illetve a Vajdasági Klinikai Központ szülészetére kell utazniuk ellátásért, de a sürgős eseteket továbbra is Szomborban látjuk el. A felújítás 19 millió dinárba fog kerülni. Az összeg egy részét, pontosabban 11 millió 387 ezer dinárt a demográfiáért és a népességpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter kabinetje biztosította, másik részét, pontosabban 7 millió 752 ezer dinárt a város költségvetéséből lett kiválasztva. A munkálatoknak 90 napon belül véget kell, hogy érjenek. A kismamák vegyes érzelmekkel fogadták a felújítás hírét. 5,5 hónapos terhes vagyok, mi december végére várjuk a babát. Ha készek lesznek a felújítások, állítólag nem esünk bele, már Zomborba fogok szülni, de viszont ha késnének, akkor problémás lenne, főleg a téli időszakban. Csúszós utak, havazás, sosem tudni. Meg nem a saját kezelőorvosomnál, ez is számomra, hát nyugtalan lennék. Sok családnak problémát okoz az úti költség is, az utazás, akik nem tudják megoldani, nincs saját személyi gépkocsiuk. Anyagilag nem jól állnak, nekik nagy probléma lesz utazni Szabadkára, illetve Újvidékre. A zombori szülészetet utoljára 20 éve újították fel.